Alok egy barna, és ez egy picit rendhagyó videó lesz, ugyanis marketing tippet szeretnék adni, vagy legalábbis social media marketing kategóriában, és szeretnék megmutatni egy ingyenes és kimondottan hasznos kis eszközt, ez nem egy olyan dolog lesz, amit elkezdünk majd akkor használni, és mindenféle érdekességet csinálunk vele, hanem inkább egy olyan információ gyűjtemény lesz számunkra, amit használhatunk azt már általunk megszokott kedvenc eszközökkel, és így tovább, és így tovább, de már is megmutatom, hogy kezdjünk is bele. Szóval, az eszköz nem más, mint Krelló, de mint említettem, nem az eszközt fogjuk használni, mindössze egy információs gyűjteményt, amit Krelló hozott létre és ennek a pontos linkét a videó alatt természetesen el fogom helyezni, úgyhogy a videó alatti leírásban vagy az első kommentben mindenképpen nézd meg az ehhez vezető linket. Mint említettem, Crello az egy teljesen hétköznapi eszköz, ugyanolyan, mint a Canva vagy az összes többi, ahol ugye social media designokat vagy kampány dizájnokat szoktunk készíteni, de minket most nem ez érdekel, hanem nem más, mint a Crello által létrehozott Marketing Kalendár 2020, valószínűleg ugye 2021 el Szintén frissíteni fogják a megfelelő napokra. Amit itt látunk, a különböző hónapok elő vannak számunkra készítve, és ezen belül lesz majd a kis csoda. Hogy valami egyszerűvel kezdjük, mondjuk maradjunk az áprilisnál, és áprilisban már is látható, hogy április 1 ugye a. Természetesen angol nyelvű, úgyhogy emiatt elnézés, de nekünk nem ez lesz a fontos, hanem az, amit ad extra tartalomnak. Ha pedig tudsz angolul, akkor ugye még jobb, mert még több információhoz fogsz jutni, de elmondom a pontos lényeget. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük, akkor ugye ott van az áprilisban követhető nemzetközi um, ünnepnapok, vagy legalábbis kiemelt napok, mert ugye nem minden ünnepnap, van, amelyik csak egy remek kampányra kihasználható lehetőség, attól függ, hogy milyen nisben dolgozunk egyszerűség kedvért Bolondok napja, April Fool's Day, ez ugye mindenkinek nemzetközileg a Bolondok napja, úgyhogy nézzünk is bele. Mielőtt folytatom, elmondom, hogy nem minden kattintható ilyen részletességgel, van ahol csak egy rövid leírás van és ennyi volt, de a fontos napok azok mind ugyanilyen részletesek lesznek. Ahogy látni fogjuk, kapunk majd egy kis Bolondok napjáról szóló háttértörténetet, tradíciók, illetve marketing aktivitás, ami egyébként remek tartalommal bír, de ezt valószínűleg már te is tudod, hogy mit tervezel, annak ellenére, ha tudsz esetleg angolul, akkor ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy némi plusz inspirációhoz juss Viszont ami fontos ennek a videónak a lényegében, az pedig az, hogy kapunk előre előkészített színkódokat, amiket tudunk használni, tehát hogyha mondjuk egy landing oldalt építünk a weblapunkon, vagy a webshopunk számára, akkor ezeket a szinkorokat fel tudjuk használni, annak érdekében, hogy egy sokkal egyszerűbb dolgunk legyen, illetve némi szimbolizmus, hogy milyen, dolgok tudunk, milyen dolgokat tudunk hozzákötni, illetve, hogy egyszerűvé tegyük mondjuk a social media marketing, vagy egyéb kampány részét, akkor kapunk ugye template, vagy sablon ötleteket, és Ezeket automatikusan el tudod indítani Krelló vagy a Krelló felhasználó, vagy attól függ, hogy ingyenes vagy fizetős, ez ugye már egy teljesen más De tételezzük fel, hogy te Photoshopot használsz, Canvát használsz, vagy bármi mást használsz, akkor sincsen semmi probléma, ugyanis ezek remek ötlet, lehetőséget adnak arra, hogy mondjuk hogyan építsd meg a saját kedvenc eszközödön belül ezeket a dizájnokat, vagy legalábbis kampány dizájnokat. Illetve most az up, the upcoming holidays, tehát ez a következő ünnepek, mivel most készült a videó ugye október 22-én, így majd a következőket mutatja számomra. De menjünk is át mondjuk a Black Friday-re, amit ugye azért mindenki ismer most már a nyugati világban, és itt megint csak megkapjuk ugye a háttérsztorit, tradicionális és marketing lehetőségek, a megfelelő színkódokkal, szimbolizmussal, illetve hozzá köthető remek templétekkel vagy sablonokkal a social media kampányainkhoz. Szóval ez lenne az általam már egy ideje megtalált és felhasznált eszköz, amit mindenképpen szerettem volna megosztani veled is. Úgyhogy, mint említettem, az eszköz, illetve pontosabban a Krellónak ezen oldalának a linkje megtalálható lesz a videó leírásában. Remélem hasznos lesz számodra is. Ha tetszett ez a videó, kérlek mindenképpen dobra egy tetsziket, hogy mutassuk meg YouTube-nak, nagyon jó volt ez a videó és hasznos volt. Ha még nem iratkoztál volna fel, kérlek iratkozz fel és ne maradj le a további videókról sem. Addig is találkozunk a következő videóban, további szép napot, szia!